Tényleg 2023 az egyik legrosszabb játékos év. What year is this? 24. Abba! Sziasztok! Sziasztok! Gáspár, Zalus, AGN Start. Úgy döntöttünk, hogy most tőmondatokba beszélünk, úgyhogy... Na, hát a rövidebb lesz az egész. Igen, álljunk is neki. Na, hogy nézem, két nagy bemutató is jön a héten a moziban. Az első az a Bad Boys, mindent vagy többet lesz. Nem tudom, hogy kell értelmezni ezt a alcímet. Mindegy, nem a mi dolgunk, hogy megfejtsük. A lényeg az, hogy ez már a negyedik rész a szériában, mivel a harmadik óriási sikert aratott. Ugye 2 perccel a Covid előtt mutatták be 2020 januárjában. Ennek köszönhetően az év legnagyobb sikere lett, amire azt mondanád, hogy hát nem egy nagy kunst, de azért mégiscsak 426 millió dollárt hozott Igen, ez nem világszinten, rossz, ez nem rossz. ahhoz képest, hogy csak 9-en bekerült, úgyhogy annak ellenére megkapta a negyedik rész a zöld utat, hogy ugye Will Smith itt az utóbbi időkben ilyen persona non grata lett, tudjátok a miatt. Hát reméljük majd az elvárásainknak is ad egy fülest ez a film. Hát igen, ugye a harmadik rész után nekem egy kicsit így alacsonyabban van, mert szerintem hát ott látszott, hogy csak így összerántották a bandát, és akkor na, akkor csináljunk egy harmadik részt. Most, mint hogyha Martin Lawrence-et elküldték volna egy kicsit a futópadra, hogy hozza formába magát, így fél év eddig sikerült is, de legalább rájátszanak arra, hogy kis falánk. Igen, meg hát most már lehet nyomni, már öregek vagyunk ehhez a s***hoz. Igen, igen, de azért... Szóval igen, Martin Lawrence meg Will Smith megmutatják, hogy már öregek ehhez a s***hoz. Reméljük azért még a Flintát tudják kezelni. Az előzetesben egyébként volt egy-két egész Igen, pobás amúgy, erre. Amúgy... Tudom, amikor így átdobták a pisztolyt egyik oldalra a másikra, és így a kamera nyomon követte, és kulót, az így egész jó. Jó, de a Bad Boys-okban mindig volt valamilyen jó kis ilyen... Hát, de ugye az első két rész Michael Bay rendezte azért. Ez lehet, hogy a forgatókönyv az nem annyira foglalkoztatja, de hogy a filmé jól nézze neki, azért arra odafigyel. Tudod, volt a második részben az élet, amikor így lövöldöztek így a falon túl, és akkor mindig a, mit az tudom, a golyó ütött, egy lyukon keresztül ment át a kamera, az eléggé kemény volt. Ja, meg a klasszikus. Úgyhogy ezt szeretnénk a negyedik résztől. Gyerünk! Igen, igen. Mindent, meg többet. A hét másik nagy bemutatója az a Figyelők című horrorfilm lesz, amit M. Night Shyamalan lánya Ishana rendezett. És be kell valljam, a tréler egyébként egész meggyőző. Úgyhogy nem biztos, hogy nepotizmusról van szó, abból kiindulva, hogy a híres horror rendező lánya kapta kezébe a karmesteri pálcát. Egyébként a sztori is egész érdekesnek tűnik. Egy nő Dakota Fanning alakításában eltéved az ír erdőkben, és akkor egy ilyen házban köt ki, ahol már ott van 3 ember, és kiderül, hogy nem megy sehová, mert ilyen idegen lények vagy valami szörnyű kreatúrák figyelik őket, ráadásul úgy, hogy a háznak az egyik oldalán egy teljes alakú ablak van, amit csak kívülről lehet belátni, belülről nem lehet kilátni, és úgy figyelik őket, és nem tudják, miért vannak ott, kik, és miért, de valami idegen lényeket emlegetnek, úgyhogy hát egész érdekes a koncepció. Reméljük, valami ügyes csavart vagy csattanót találnak. Vagy pedig nem lesz csattana a végén, mert nem akarom azt csinálni, mint a apu szokott, úgyhogy én a saját utamat járom. Könnyen benne lehet a pakliban, hogy Isana is valami csavaros befejezéssel áll elő. Streamre jön a Bérgyékos, aki nem is volt című film, hát ez a rendkívüli jó magyar címek. Igen, ez nem úgy volt, hogy ez nem lesz nálunk? Igen, igen, úgy volt, hogy a Netflix csak Angliára meg Amerikára vette meg a jogokat, és akkor máshol meg moziban játszhatják, és egy ideig ez fel se tűnt a Netflixnek a kínálatában, aztán egy-két nappal ezelőtt egyszer csak hopp, ott volt. Jó, én örülök neki. Én is baromira örülök, ugyanis elképesztően jó kritikákat kapott, Richard Linklater filmjéről van szó, Glenn Powell főszereplésével, aki egy olyan zsarut alakít, aki bérgyékosnak adja ki magán, hogy letartóztasson olyan embereket, akik megpróbálják felbérelni, és ugye az a truvája az egésznek, hogy mindig a megbízónak az igényeihez igazítja saját külsejét, úgyhogy mindig máshogyan jelenik meg, és akkor jön egy csaj, aki arra próbálja felbérelni, hogy ője meg a férjét, ki megcsalta őt, vagy valami ilyesmi, aztán jó belegabajodik a csajba, és az ügybe is. Szóval ilyen Guy Ritchie-s dolognak tűnik, tehát jobb Guy Ritchie filmnek tűnik, mint a Guy Ritchie-nek a mostani filmjei általában. Igen, Glenn Powell megbizonyította, hogy azért van humorérzéke, úgyhogy... Mi, te láttad az Imádlak utánit? Láttam. És abban humoros volt? Hát, a szituáció... Nem, szerintem azért van egy humor a srácnak. Jó, hát fitoktassa itt is, meglátjuk. Egyébként a kritikák azt is dicsérik, hogy jól játszik benne Pavel. A hét nagy sorozat premierje az a Star Wars az Akolitus lesz, ami ugye a köztársaság fénykorában játszódik, 200 évvel a baljós árnyak előtt járunk, a galaxisban elvileg béke honol, de a szitek már ott szöszmötölnek a háttérben, titokban keverik a szitek.
Ezek szitek, igen. Ilyen. És akkor ugye már a Bénnek a szabálya az már érvényes, hogy csak két szit lehet, egy mester és a tanítványa, és itt is két szit keveri a a háttérben, és hát ugye egy titokzatos összeesküvéssel szembesülünk a sorozatban, és szerintem bemutatja majd, hogy a békéből hogy lesz majd viszály. Mert valamén a fényostornál ott leragadtam. Igen, úgy, hogy tetszik neked, vagy így nem inkább? Nem tudom eldönteni. Mert fényostor szerintem menő, egyébként is már szerepelt ilyen kánonon kívüli történetekben. Most legalább a kánon részévé teszik. Igen, viszont állítólag ebben nem lesznek ilyen nagy Star Wars cameók. Hát figyelj, mivel 200 évvel a bajós elnök előtt játszódik, ezért túl sok embert, egy Yoda esetleg felbukkalhatna, de... Feltalálhatnák egy fénylasszóval. Leslie Headland lesz a showrunner a sorozatnak, aki egyébként a Végtelen Matrioska című tök jó vicces Netflix sorozatot csinálta, és ő nyilatkozta azt, hogy ebben nem lesznek cameók, nem erre mennek rá. És ez egy tök jó új irányvonal, mert ugye eddig minden film meg sorozat az ismert univerzumban játszódott, és így kapaszkodtak a, mit tudom én, a fanszervizbe görcsösen. Ugye Mandalorinak se lehetett olyan része, amiben ne tűnt volna fel valami ismert figura. Reméljük, ez azt jelenti, hogy azért van egy olyan elképzelésük, vagy egy olyan sztoriuk, amit tényleg érdemes elmesélni anélkül, hogy mindenkit be kéne rángatni a képernyőre. Na, a két epizóddal indul, azt lehet tudni, hogy az első évad 8 epizódból áll majd, és mindegyik rész ilyen 30 perces lesz, úgyhogy ilyen Mandalori-szerű kvázi szitkom hosszúságú epizódokra számítsunk, meg egy viszonylag rövid, kompakt történetnek az elmesélésére. Meg fényostorra. Csak említés szintjén, de beszéljünk szerintem a Sweet Tooth, az agancsos fiúról, aminek jön a harmadik egyben befejező évada. Csak azért említés szintjén, mert szerintem te sem, meg én sem jutottunk olyan túl messzire a sorozatban. Az első rész meg volt, és az a röhely tetszett is, csak valamiért nem folytattam. Én nekem is ugyanez volt az élményem, én két részt is megnéztem, és tényleg nekem is tetszett, igényesen meg van csinálva, tök jó az alapkoncepció, ugye egy posztapokaliptikus világban járunk, ahol elterjedtek ilyen állat-ember hibridek, akikre vadásznak a túlélők, és egy tök aranyos, ilyen agancsos fiú a főszereplője, csak ugye elkezdtük nézni, és ilyen kicsit kényelmetlen volt az egész, hogy olyan bájos modorban mesél el a történetet, de közben szétaggódod magadat a kisfiúnak a sorsa miatt. Igen, a hangulatán ilyen. És ilyen Last of Us-ból kiszabadult figurák próbálják levadászni a kis aranyos agancsos fiút, és így... Ja. És ennek jön a harmadik egyben befejező évada, úgyhogy legalább lezárják a történetet. Ha ti nézitek, akkor mindenképpen írjátok meg, hogy mi a véleményetek róla. Na de ennyit a néznivalókról, lássuk, mivel játszunk a héten. Lássuk. Hát videójátékos szempontból sem lesz eseménytelen ez a hét. Igaz, leginkább a kiegészítők, portok, az újra megjelenések fognak dominálni, de például érkezik a Destiny-nek a vadin új kiegészítője, amiben természetesen új raid, átdolgozott power rendszer, egy csomó újdonság és küldetések és minden lesz benne. Kis kellemetlenség, hogy kiszivárgott a kiegészítő. Állítólag valami technikai baki folytán a játékosok hozzáfértek ahhoz a szerverhez, ami már futott ez a kiegészítő, és akkor ott elkezdték lenyomni, úgyhogy ez biztos kellemetlen volt a Bungie számára, úgyhogy spoilerekkel vigyázzatok, mert állítólag elég sok minden kikerült róla, de ettől függetlenül a Destiny játékosai biztos, hogy belevetik majd magukat, mert egy olyan sztorit fog lezárni, ami még a Destiny első részébe indult, úgyhogy tényleg egy jó combos történetnek a végére kerül majd pont ez a kiegészítővel. Hát engem az első Destiny van meg, de sokat elmond szerintem rólam, hogy még a cellofán se vettem le róla. Igen, ez sokat elmond. Ha már kiegészítőkről beszéltünk, akkor érdemes megemlíteni, hogy érkezik az a The Elder Scrolls Online-nak a Golden Road című kiegészítője, ez egyelőre még csak PC-re. Természetesen egy új területet kapunk benne, új jutalmakat, kihívásokat, egy 12 fős PvE-en trial arénát, ahol próbára tehetjük magunkat, és lesz egy nagyon érdekes új funkció, hogy a képességeket a saját elképzelésünk és stílusunk szerint így személyre szabhatjuk majd. Ugye azt mondják, hogy ez lesz a fő funkciója ennek a Golden Roadnak, úgyhogy aki szereti és játszik vele, az biztosan le fog erre csapni. De most már leállhatnának az Elder Scrolls Online-ra, és rámehetnének az Elder Scrolls 6-ra, nem? Igen, az még odébb van. Nagyon sajnos. Érkezik még egy különleges játék, a Killer Clowns, ami az 1988-as, a Gyilkos Bohócok az űrből, annak a videójáték adaptációja. Igazából de miért? Miért? Ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Nem tudom, hogy miért gondolták erre, hogy ez egy jó alapanyag ehhez, de igazából a
Péntek 13 játék, ami egy ugyanilyen aszimmetrikus ilyen multiplayer cucc volt, annak a rendezője készíti ezt, és természetesen ebbe is azt kell majd, hogy elmeneküljünk a három valós játékos által irányított gyilkos bohóc elől, és heten fogunk bujkálni előlük egy ilyen kisvárosba, ahol felszedhetünk majd mindenféle fegyvereket, és megpróbáljuk elkerülni a gyilkos bohócokat. Én vagyok olyan szerencsétlen, hogy láttam ezt a filmet, és emlékszem, hogy vattacukorral is gyilkoltak benne, meg volt valami kis ilyen mókás pisztoly, ami így összetömörítette az embert, vagy elégette, vagy mit tudom én, ilyenek lesznek ebben. Igen, is? Én abban reménykedem, hogy legalább ezt a humorfaktort megtartják ebből, mert különben... Humorfaktor. Hát igen, de enélkül azért elég fura lenne, hogyha csak simán legyilkolnák az embereket, úgyhogy igen, szerintem... Az aznak összejött, hogy igen, hát humor nélkül bohóc gyilkol leszünk benne. De szerintem ez hű lesz eredetileg a filmhez. Úgyhogy kíváncsian várjuk, nagyon telített ez a piac, meglátjuk, hogy fog teljesíteni. Nagyon mélyen vagyunk, hallott, hogy ilyen játékok jelennek meg. De majd a hét témájában kifejtjük, hogy miért. Így van. A Star Wars rajongók örülhetnek, ugyanis nem csak sorozat érkezik a héten, hanem egy videójáték is, méghozzá a Star Wars Hunters, amit már jó régen megígértek, hogy megjelenik, aztán csúszott folyamatosan a premier, de most végül érkezik Switchre és mobilokra. Ez egy free-to-play arena shooter egyébként. Rengeteg karakter lesz, mindenkinek külön képességei vannak, és hát csapat alapú lesz a dolog, úgyhogy csapatban kell majd az ellenfeleket lemészárolnunk, természetesen ilyen rajzfilmesebb grafikával, úgyhogy hát igen, tudom, látom, az arcodra van írva, de hát majd jön az igazi Star Wars játék, majd augusztusban az Outlaws, ugye, akik inkább harra vágynak. De figyelj, lesz benne fényostorm, ha nem lesz, akkor... Nem tudom, fénykard lesz, meg Wookie harcosok, meg minden Star Wars. De most melyikben, amiről most beszéltél, hogy az Outlaws-ban? Nem, a Huntersben. Az Outlaws-ban Jabba lesz. Jabba lesz. Irányítható karaktert? Nem. Eddig szívesen még Jabbával. Jabba kimegy a WC-re. Ezen egy küldetés, és rohadt nehéz lenne, mert így tudnám mozogni. Szóval így... De mondod, hogy tekinted, de most ne. Jabba, az meg. Jó, akkor hagyjuk Jabbát, legyen Rancor. Ne. Az se legyen. És említsünk meg még két játékot, egyrészt igazából hármat, mert a Monster Hunter Stories-ból az első két rész fog megjelenni újra, ezek ugye Nintendo 3DS-en voltak elérhetőek, most modern platformokra is érkeznek, kicsit felújítva, kicsit kipofozva. A lényeg egyébként, hogy ez a Capcomnak a szörnyvadászos szériája, csak itt az a nagy csavar benne, hogy itt nem vadászni kell a szörnyekre, hanem igazából meg tudjuk őket szeridíteni, és ilyen Pokémon szintjén így össze tudjuk őket gyűjteni, és mindenféle képességeiket kihasználni, és emellé kapunk egy elég nagy ívű sztorit is, úgyhogy a Monster Hunter rajongók tehetnek el egy próbát, mert egy kicsit másmilyen, mint ami a fősodorban van. Illetve érkezik még az Assassin's Creed Mirage is, nem tévedés, most iPhone-okra, iPhone 15-ös készülékekre. Ez ugyanaz lesz igazából, mint az a bagdadi kaland, ami tavaly érkezett októberbe, úgyhogy Passimmal Bagdadban garázdálkodunk majd dordiakosként, úgyhogy egy az egybe átültetik a játékot iPhone-okra, reményeink szerint jól sikerül. És akkor képernyőt kell nyomogatni, meg yes, minden, és úgy kell irányítani. Oké. Okay. Így van, úgyhogy ezek a játékok érkeznek, de térjünk is át a hét témájára. Mert szorosan kapcsolódik a Killer Clanshoz, meg a hasonló szintű játékokhoz. Igen, mondhatjátok azt, hogy egy kicsit clickbaites lett a cím, de megpróbáljuk bebizonyítani, vagy körbejárni azt, hogy tényleg 2024 az egyik legrosszabb játékos év, mi valaha volt. Hát, hogy valaha volt, ez jó kérdés, de nem vagyok biztos, ugyanakkor... Jó, a 40-es években lehet, hogy rosszabb játékos évek voltak. Ugye? Ugyanakkor az tényleg feltűnő, hogy ami zajlik jelenleg a videójátékos iparban, az igazság, hogy folyamatosan kapjuk az olyan visszajelzéseket, hogy nem érkeznek olyan játékok, amiket a játékosok szívesen megvennének, amik érkeznek, nagyon sokszor csalódást okoznak, vagy technikailag nem sikerülnek. Nincsenek ugye, befejezve. Igen, rengeteg az ilyen félkészen, vagy rengeteg bugtól, meg technikai problémától szenvedő játék, ami megjelenik. Aztán ott van az, hogy a PlayStation játékosok most már talán joggal kezdik reklamálni, hogy jó, de hol vannak a PlayStation 5 nagy exkluzív címei, mert ezekből nagyon keveset kaptunk még, ami ráadásul azt is mondhatnánk, hogy Next Gen-ból meg még kevesebbet. Az Xbox egy kicsit ilyen identitásválságba került, ugye
adódik a kérdés, hogy lassan miért is kéne Xboxot venni, hogyha tényleg most már a PlayStation meg a Nintendo gépeire is kiadják a címeiket, és ugye... És ha már szóba került a Nintendo, meg már kellene egy új generációs masina, nem? Hát igen, és a Nintendo ráadásul ugye most azt láttuk, hogy eddig megvoltak a játékaik, és ők sem... nem tudjuk, hogy mit fognak az év második felében produkálni, de hát valószínűleg ez azért van, mert lassan bejelentik majd az új konzoljukat, ugye amit a tervek szerint elvileg valamikor még az idei évben látni fogunk, aztán majd csak valószínűleg 2025 első negyedévében jelenik meg, és hát itt van a rengeteg elbocsátás, stúdióbezárások, amiktől hangos a sajtó és a játékos közösség, amik szintén nem nyerték el a legtöbbek tetszését, úgyhogy igen, mondhatjuk azt, hogy egy picit válságban vagy gödörben van az ipar. Szerintem elég sok összetevős, ugye a Covid idején volt egy iszonyatosan nagy fellendülés, ugye akkor 2021-ben soha nem látott bevételeket termelt a videójátékos ipar, csak Amerikában 60 milliárd dollárosra hízott akkor a piac, és ez alaposan lecsökkent. Most a tavalyi évhez képest 1%-kal eddig jobban állnak a videójátékos költések mondjuk az Egyesült Államokban, de egyébként visszaesett majdnem 6 milliárd dollárra, ami azért nem kevés pénz. És hát jönnek folyamatosan a stúdióbezárások, egyre drágább minden, ugye mondják, hogy San Francisco és Los Angeles, ahol például rengeteg fejlesztő stúdió van, elképesztő árak vannak már az ilyen stúdióbérlésekre, és egyre drágábbak a szakemberek, meg az emberek fizetései, a mindenféle grafikusoktól kezdve a programozókig, és hát jelenleg nagyon bizonytalan a piac, ugye a játékokat sokszor elhalasztják, nincsenek kész. Kicsit az az érzés, hogy már az sem működik, hogy a kiadók, vagy éppen a befektetők részéről érkező presszióra ki tudnák adni a játékokat, mert egy ideig működött ez, vagy próbálkoztak ezekkel, és hát ugye sok szerencsétlenül megjelent játék, mondjuk például a Cyberpunk, meg ilyenek után, most már ezt is nagyon meggondolja mindenki, hogy merészeljen-e ilyet húzni, és inkább halaszgatják a játékokat, és valahogy most erre az évre úgy jött ki ez az egész, hogy így igazán nagy játékok sincsenek, egy-két siker azért akad, de főleg a kisebb címeknél, például az év elején a Palworld, az óriásit ment, aztán a Helldivers 2, most hatalmas siker, meg a Manor Lords, mondjuk a Steamen, de hogy ezektől azért senki nem várta, hogy ezek lesznek a legmenőbb játékok 2024-ben, és az az igazság, hogy nem is nagyon látjuk egyelőre, hogy mik lehetnek még az idei év sláger címe, ugye most a State of Play nemrég volt, a Sony játék bemutatója, és hát kisebb kaliberű dolgokat bejelentettek, persze jön az új Astrobot játék, ami nekem személy szerint tökre tetszett. Én de is hát, játszottam az előzőben. Nem ezt fogja eladni a PS5-öt, emellett jön a God of War Ragnaröknek a PC sportja, bemutatták a Concordot, ugye ami egy live service játék, elképesztően rossz visszajelzések voltak a trailer alatt, valami brutális mennyiségű dislike, tehát úgy tűnik, hogy nem erre vágyik a közönség. És hát jönnek az ilyen olyan felújítások, ugye a Capcom ráállt, hogy most már csak a Resident Evil főként azzal foglalkoznak, és ugye már a hírek szerint is már készül a Veronica, meg a Zero-nak a felújítása. Nincsenek eredeti ötletek, nem az, az igazság, hogy akkora pénz mozog ebbe a piacba, hogy kevesen kockáztatnak, mondjuk egy újszerű koncepcióval, vagy egy merészebb játékmenettel, és emiatt azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, most egy kisebb válságba, gödörbe került a videójátékipar. Nagyon vicces egyébként, hogy ezt mondod, mert a filmipar is egy ilyen átmeneti időszakban van, ugye készítettünk erről egy videót, hogy miért buknak a filmek, és ott is azt hoztuk ki, hogy volt egy biztos befektetés, ugye a szuperhős filmek, azok így lecsengtek, és most így nem tudják, hogy milyen ötletekkel álljanak elő, ami tömegeket tud megmozgatni, és ott is minden drágább lett, ugye a mozijegy is drágább lett, az élet is drágább lett, és így kétszer meggondolják az emberek, hogy beüljenek egy-egy filmre. De ott az Xerox meg a színészek sztrájkja is beleszólt, ugye, amiatt el kellett halasztani egy csomó filmen 2024-ről, és ezért van most egy ilyen kicsit nihil a mozikban. Tényleg a színészek meg az Xerox sztrájkjának volt bármilyen hatása a videójátékos piacra? Én úgy tudom, hogy akik ugye a cégben benne voltak, az Xerox cégben, meg ők ugyanúgy nem foglalkoztattak videójátékokat, de azt hiszem nekik külön szakszervezetük van erre, úgyhogy annyira nem befolyásolta, ott inkább ugye a Covid
ez a otthonról dolgozunk, aztán nagyon sokan ugye visszarendelték a fejlesztőket, az uh-huh. megint nem tetszett sokaknak, hogy berendezkedtek egy home office-ra, és aztán most megint be kell járni valaki, ez emiatt lakhelyet módosított a Covid alatt, hogy akkor most már otthonról tud dolgozni, elköltözött, aztán most már azt mondták, hogy megint gyere vissza, uh-huh. ugye például a Blizzardnál voltak ilyen, lehetett ilyeneket hallani, és ott nagyon nagy felháborodást okozott ez az egész. Ugyanakkor tényleg az árérzékenység az ugye a játékoknál főként előjön, hát azért most meg egy PlayStation 5-ös játék 30 ezer forint, és egyre gyakoribb, hogy az ilyen nem az alapkiadásokat, de mondjuk egy ilyen deluxot, az már 120-130 dollárért, és a Collector's Edition-öket meg akár már 200 dollárért vesztegetik. Ezt soha nem értettem, tehát digitálisan miért érdemes venni deluxe meg Collector's Edition? Hát kapsz mellé mondjuk ezt-azt, digitálisan letölthető tartalmokat. És kapsz egy szép dobozt, egy fém dobozt, hát a Collector's Edition azért még mindig erről szól. A polcra, de ugyanez digitálisan, hova rakod föl? Jó, hát a Collector's Edition-ökben azért a legtöbbször jár hozzá szobor, ilyen olyan kitűzők, meg ilyesmik. Na de hogy itt is emelkednek az árak, ugye a standard játékok ára is most már a 70 dollárt, vagy hogyha áthozzuk Európába, akkor már inkább a 80 eurót verdesik. És emellett az is érdekes, hogy ugye amire valószínűleg a Microsoft is bazírozott, hogy majd a Game Pass, ugye egy jó kis előfizetés, ami kevesebb pénz, és akkor arra minél többen befizetnek majd, de az az igazság, hogy ott is az van, hogy egy éve, egy-két éve így stagnálnak a számok, tehát nem úgy tűnik, hogy ennek ellenére, hogy megnőttek a játékárak, hogy akkor azt mondanák a játékosok, hogy jó, mindegy, akkor befizetek a Game Pass-re és játszok, mert ott is ugye eltüntették már ezt a 300 forintos kezdő Game Pass előfizetést, vannak már különböző tírek ott is, ugye a Game Pass-kor. A PlayStation Plus-nak az előfizetési ára is alaposan megemelkedett. Így van, igen, ott is a PS Plus-t is alaposan megemelték, szóval az árérzékenység az biztos egy döntő faktor ebben, hogy egy kicsit most ilyen stagnál ez a helyzet. De leginkább inkább ilyen nagy játék kellene, tehát valami olyan, amire azt mondod, hogy na erre kiperkálom a 32 ezer forintot, mert nem akarok lemaradni, vagy kimaradni belőle. Egyébként pár hónap előtt, amikor még elemzők beszéltek arról, hogy majd a GTA 6 fog újra hatalmas löketet adni a játékiparnak, és akkor még mindenki mondta, hogy jó, túlértékelik azért ennek a jelentőséget, de most így megnézve, és valószínűleg, hogyha 100 játékost megkérdeznénk, a jelentős részük azt mondani, hogy a GTA 6-ot várják a legjobban, ugye ez majd 2025 őszén érkezik, uh-huh. mert hát az elég gyorsan kidomborodott, hogy például az élőszolgáltatásos játékok, ugye, amit a Fortnite sikere, meg a GTA Online miatt mindenki elkezdett üldözni, hogy ez nem egy olyan könnyű kenyér, és nagyon gyorsan zárnak be ilyen játékokat, amik pillanatok alatt elvesztik a közönségüket, megjelennek, játszanak velük egy ideig, aztán gyorsan el is tűnnek a süllyesztőbe. Egyébként nagy geg lenne szerintem a Rockstar-tól, hogyha mondjuk nem teljesen áron kínálná a GTA 6-ot, hanem valamivel olcsóban, és lenne benne élőszolgáltatás, mert egyből indulna vele a GTA Online. És akkor abból jönne be mondjuk a bevétel. Abban biztosak lehetünk, hogy lesz online része a GTA 6-nak, az szerintem az nem kérdés, hát még most is 3 havonta 5 millió példányt adnak el a GTA 5-ből, tehát azt nem hiszem, hogy letesznek erről. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy a GTA 6 majd tényleg elhozza a megváltást, most egyelőre nem látszik az, hogy milyen irányokba kéne mozdulni a piacnak. Valószínűleg eredetibb, jellegzetesebb, karakteresebb, bátrabb játékok kellenének, mert ahogy nézzük azért ezek a portok, folytatások, a felújítások, az egy ideig működnek ezek is, de aztán valahogy a közönség már talán azt érzem, hogy megint valami újdonságra vágynánk, hogy valami frissre, amit eddig nem láttunk, és az az igazság, hogy ezt nem nagyon kapjuk meg. Ugyanúgy, mint a filmeknél. Na de írjátok meg, hogy nektek mi a véleményetek erről, ti is valami újdonságra vágytok, vagy pedig egy biztos folytatásra, valami nagy játéknak az újabb részére. Elolvassuk a kommentek között. Igen, illetve azt is, hogy egyébként ti hogy látjátok, hogy szerintetek is stagnál az ipar, ti is úgy érzitek, hogy egyre kevesebb játék érdekel titeket, vagy nem játszotok annyit? Kíváncsiak vagyunk erre is. Na hát ennyit a hét témájáról, de mielőtt rátérnénk a hét kérdéseire, feltétlenül nézzetek fel az IGN Shopra, pláne hogyha szeretitek a Monopolyt, ugyanis most agymenőkös és jó barátokos verziót is kaphattok belőle, ráadásul az utóbbihoz még francia kártyát is adunk ajándékba. És mind a kettőt olcsóban adjuk. Na de most már tényleg lássuk a hét kérdéseit. Kezdjük is mindjárt a kedvenc rovatunkkal. Gyors kérdések? Gyors válaszok. Az IGN startokat melyik nap veszitek fel, és mennyi ideig tart a vágás? Általában péntekenként vesszük fel, úgyhogy péntekig érdemes küldeni a hét kérdéseit. Bizony.
És hát, hogyha Zoli éppen ráér, akkor már hétvégén elkezdi vágni, ha nem, akkor hétfőn, és akkor összecsapat lesz. Nem, mindig jó lesz. Szeretek Zoli. Lapcsi, hogy kell mutatni? Hallani, hogy a Sony ki fog adni egy új kézikonzolt, szerintetek felveheti a versenyt a konkurenciával? Kezeljük pletykaként, ugyanúgy, ahogy az Xbox kézikonzolját, mert ugye ott is csak arról beszéltek, hogy hát valami újszerű hardware, igen, nyilván egyébként valószínűleg valami ilyesmi készül náluk, meglepő lenne, ha nem, mondjuk a Switch sikerét elnézve, ráadásul ugye a Switch 2 érkezik majd a beszámolók szerint, ami lényegében a Switchnek egy továbbfejlesztett verzió lesz, és a PlayStation-ről is azt pletykálják, hogy egy olyan konzolt terveznek, ami natívan fogja futtatni, tehát nem ezt a remote play-es, meg felhős kézi konzolt. Hogy felveheti a versenyt, szerintünk inkább ilyen kiegészítőnek szánja majd a Sony, a Switch-el borzasztó nehéz lesz, ráadásul ugye a Steam Deck sikere miatt most már az összes ilyen PC-s alkatrészgyártó, az Asus-tól kezdve a Lenovo-ig mindenki saját kézi konzolon dolgozik, ami mondjuk a Steam-es könyvtárunkat magunkkal vihetjük, szóval nagyon-nagyon telített a piac, és akkor még ott vannak a mobilok is, és hát rengeteg pénzbe kerülne, hogy exkluzív címeket mondjuk egy ilyen kézi konzolra fejleszteni, de nem tudjuk, nem látunk bele a Sony pénzügyeibe, lehet, hogy megpróbálják. Egyébként a PSP meg a Vita az mekkora siker volt? Mind a kettő. A PSP az sikeres volt, igen, az nagyon sikeres volt. Jó jönne, mert szeretnénk, csak hát nyilván ez egy tényleg egy komoly üzleti elhatározás kell, mert azért felépíteni egy olyan ökoszisztémát, ami külön a kézi konzolra épül, azért az nem kis pénz. Uh-huh. Szerintetek a moziknak célszerűbb lenne a nyár helyett a telet megtenni a blockbuster szezonnak? Igazság szerint már a tél is egyfajta blockbuster szezonot, novembertől kezdve jönnek a nagyobb filmek, és ez már elég régóta így megy, mert ugye akkor jöttek a Harry Potter filmek, az első kettő főleg. Szuperhős filmekből is jött meg mondjuk a Gyűrűk Ura trilógia is mind karácsonyon jött meg. A nyár pedig az meg 1975 óta számít blockbuster szezonnak, mióta a Cápát akkor mutatták be egy nagy uborka szezon közepén, és óriási sikert aratott. Ugye azt írtad, hogy a nyáron az emberek mindenféle mást is csinálnak, és ez így van, viszont ezekre a dolgokra egy idő után ráunnak, és főleg, hogyha nagy meleg van, akkor szívesen bemenekülnek a moziba, ahol hűvös van, és hidegüdítőt tudnak sztopálni, úgyhogy nem szabad letenni a nyári blockbuster szezonról. Most ez az idei nyár elég gyengusz, a filmek miatt, meg a filmek hiánya miatt. Szerintetek a 2K FIFA játékának lesz esélye labdába rúgni az EA Sports FC mellett? Hát ugye azt rebesgetik, hogy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a 2K-t bízta meg, hogy készítsék el a következő FIFA-t. Állítólag meg is fog jelenni már idén, amit én hát azért kétlek, mert egy ilyen játékot összedobni azért nem két perc, még akkor sem, hogyha a 2K Games ugye azért nekik elég nagy rutinjuk van a sportjátékokban, úgyhogy én azt gondolom, hogy összehozhatnak egy olyan játékot, ami az EA-nek a focis játékával felveszi a versenyt, és nem is tenne rosszat a verseny ennek a szimulátor fajtának, mert amióta a Konami sajnos a PES-nek ugye elengedte, most már eFootballnak elengedte gyakorlatilag a kezét, ugye ez most már ilyen free-to-play, bár állítok marha sokan játszanak vele, én meglepődtem, mondtak egy olyan számot, ilyen nagyon sok millió letöltés, amin én őszintén szóval meglepődnék, hogyha ez tényleg így lenne. De hogy azóta az EA nincs nagyon rákényszerítve, hogy sok innovációt hozzon a FIFA, vagyis hát az EA Sports FC új részeibe, úgyhogy meglátjuk. Én személy szerint tökre örülnék neki. Egyébként ott is ugyanazokat a csapatokat meg játékosokat lehet majd irányítani? Igen, valószínűleg. Mert ugye eddig az volt, hogy a másik játékban, a rivális játékban ott nem lehetett minden játékos nem, meg csapatot. Hát igen, vannak licensz problémák, de a 2K szerintem meg tudja oldani, hogy azért a legtöbb licenszet összevadásszák. Úristen, mennyien összehasonlító videó lesz, hogy haland így, haland úgy, melyik, milyen a mozgás, az arc, stb. Kihasonlít jobban. Hát mint annó a PES-sel, ugye mindig ez ment, hogy melyik évben. Melyik néz ki jobban, de a játékélmény az nagyon sokat fog számítani, és jó lenne, mert akkor az EA-t kicsit muszáj lenne, hogy csípkedje magát. Sziasztok! Most, hogy ennyi streaming szolgáltató van, szerintetek van rá esély, hogy egyszer egyesülnek, hogy ne kelljen ennyi mindenre előfizetni? Hát, hogyha az amerikai példából indulunk ki, ott már vannak ilyen kombók, ilyen bundle-ök, például azt hiszem a
az HBO Max összeállt a Disney Plus-szal, meg most a Netflix is akar szövetkezni az Apple TV-vel, meg még valami másabb Peacock-kal, azt hiszem. Úgyhogy ha abból indulunk ki, akkor elő vagy utóbb nálunk is lesznek ilyen csomagos megoldások, meg nekem van egy olyan elképzelésem, hogyha a lineáris tévé, tehát a vonalas tévézés az kihal, már pedig egyszer ki fog halni, mert a mostani generáció már nem biztos, hogy tévét akar kapcsolgatni, hanem a streaming könyvtárba akar válogatni, akkor azok a szolgáltatók, mint a Telekom, meg a Vodafone, meg ezek már nem ilyen tévés csomagokat fognak kínálni, hanem streaming csomagokat. Úgyhogy szerintem van rá esély. Szerintetek drágább lesz a Game Pass, hogy bekerül az új Call of Duty? A Microsoft annyit megerősített, hogy nem lesz egy új tier kialakítva, hogy kifejezetten azok férjenek csak hozzá a Black Ops-hoz, a hatodik részhez, ami majd az ősszel jön, akik egy esetleg drágább csomagra előfizetnek. Azt nem mondták, hogy a Game Pass árát ugyan blokk nem fogják emelni, ugye ez állítólag tervbe volt véve, szóval a Game Pass emelkedésének arra azért lehet számítani, hogy előbb-utóbb meg fogják emelni. Mióta változatlan az ára? Hát azért nemrég emelték, ugye amikor de ki fognak akadni akkor a Game Pass előfizetők, főleg azok, akiket nem érdekel a Call of Duty. Hát igen, de azért az egy nagy játék, és attól sokat remél a Microsoft, hogy alaposan meglódítja majd az előfizetők számát, ahogy mondjuk a Diablo 4 is tette. Meglátjuk. Én nem látok rá esélyt, hogy most emelni fogják, szerintem majd valamikor a jövő év elején. Úgyhogy a Black Ops-szal még... Igen, ez nem lenne egy jó stratégia, hogyha a Black Ops megjelenésekor emelnék az árat. Nem lenne jó üzenet. Igen. Sziasztok, hova tűntek a paródia filmek? Hát ugye jöttek ki ezek az ilyen-olyan mozik, amik ilyen mindenféle kisebb trendeket meglovagolva próbáltak parodizálni, és egyik rosszabb volt, mint a másik, és az emberek egy idő után már nem is ültek be rájuk. Horrorra akadva szériát, ezt pont most akarják felújítani egy újabb résszel, de készül már az új Csupasz Pisztoly film, az a Liam Neesonnak a főszereplésével, ami egy érdekes választás, de hogyha belegondolunk, ugye Leslie Nielsen is azért lehetett így sztár, mert ilyen nagyon farcalatta el a legdurvább poénokat is. Én el tudom képzelni. És egy ilyen komoly drámai színész volt, mielőtt átment volna erre a stílusra. Úgyhogy bármi lehet Liam Neesonnál. Tényleg, hogyha ilyen nézője azzal a... Nagyon rezignáltan így. Téken a stílusával adja elő ezeket az idióta poénokat, akkor működhet is. Úgyhogy lehet, hogy visszatérnek a paródia filmek a köztudatba. A hét tényleges kérdését Varnarop tette föl, ki arra volt kíváncsi, hogy mostanában rengeteget hallani arról, hogy a mozifilmek gyorsan megbuknak a kasszáknál, és hogy mióta elvárás az, hogy már a nyitó hétvégén visszatermeljék a költségvetésüket. Hát szerintem mióta létezik a variety, meg mióta létezik a box office, azóta minden producer így föl kell, már vasárnap reggel, mert ugye náluk már vasárnap ott vannak a számok, és addig nem csinál semmit, még a reggeli kávéját se vissza meg, amíg el nem olvassa a számokat, meg az adatokat nem látja, meg a prognosztizációt. Mert igen, sajnos az első hétvége eredményei már megmutatják, hogy egy filmnek milyen élete lesz. Az esetek 95%-ában, a maradék 5%-ában vannak az úgynevezett sleeper hitek, amik ilyen gyenguszan, vagy ilyen elmegy számokkal indulnak, viszont hétről hétre nem csökken olyan nagy arányban a nézettségük, és ebből egy ilyen hosszú lefutás lehet. Családi filmek ilyenek szoktak lenni, rajzfilmek, főleg nálunk, meg most idén volt az Imádlak utáni című film, ami egyszerűen nem akart eltűnni a mozikból, vagy a Samuel West nálunk, ami 30 ezer nézővel nyitott, aztán 300 ezer lett belőle. Na, olyan filmből nagyon kevés van, ami az első hétvégéhez képest meg tudja tízszerezni a nézettségét, mert nálunk ugyan ilyen 40-50%-os szokott lenni a hétről hétre való csökkenés, de Amerikában a 60%, ami teljesen átlagos. Tehát, hogyha egy film mondjuk 100 milliót hoz az első hétvégén, akkor a következő hétvégén már csak 40-et. Az azt követő hétvégén meg már csak 16-ot. Tehát ilyen így szánkázik lefelé a nézettség. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az első hétvégének a nézettségi adata, főleg az, amit Amerikában keres, mert ugye onnan jön vissza a legtöbb bevétel a stúdióhoz, ilyen 50-60% megállapodástól függően. Külföldi piacokról jóval kevesebb bevétel jön vissza a stúdióhoz. Kínából például valami 10%, Európából, meg ilyen helyekről, meg ilyen 30%, úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy hol mennyivel nyit a film. De azért előfordulhat, nem? Hogy valamit a világszintű bevételek mentenek meg. Hát persze, most így, ha belegondolok, hogy a Fast and Furious filmek, azok hazájukba hoznak ilyen 150-200 millió dollár, csak úgy mondtam valamit, világszinten meg hoznak 700-800-at, vagy akár 1 milliárdot. De a Transformers is nagyobb siker volt világszerte, mint Amerikában, főleg az utóbbi részen, meg főleg annak köszönhetően, hogy azokat nagyon szereti Kínában.
Kína az iszonyatosan fontos piac lett, de most azzal se tudnak mit kezdeni Hollywoodban, mert így egyik pillanatról a másikra elvágták Kínában a külföldi filmeknek a nézését, pedig így időben iszonyú számok jöttek. És most már így van olyan franchise, ami megy náluk, a Transformers, az, meg a Fast and Furious, azok pont ilyenek, hogy azok még tudnak nézettséget generálni, meg legutóbb a Godzilla szorozva Konggal, az is elég jól ment Kínában, részben annak köszönhető, hogy annak már megrendelték a folytatását, de ugye a kínai piacot kizárták, az orosz piacot is kizárták ugye a háború miatt, úgyhogy egy csomó nemzetközi bevételtől estek el a stúdiók, és ugye amiről ez a videónk szólt, a bukás-bukást követ, hát egy csomó minden megváltozott, ugye drágábbak lettek a mozijegyek, megváltoztak a filmnézési szokások, jóval hamarabb fölkerülnek digitális platformokra, meg VOD-re a filmek, meg úgy általában a mostani trendekből így az embereknek egy kicsit elegük van, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy egy film mennyit keres a bemutató hétvégén. És hogyha a mozis bevételek nem úgy mennek, és a streamingre felkerül, ott még lehet azért sikeres egy film? Tehát úgy még könyvelhetik el sikernek, ha már a streamingről hoz csak nézőket? Hát nem véletlen, hogy most így minden stúdió átállt arra, hogy néhány héttel a mozi bemutató után már felnyomják digitális platformra, valószínűleg ott is jönnek azért nagyobb pénzek, de titkosak ezekről, nem tudunk információkat, csak azt látjuk, hogy például a Universal 17 nappal a mozi premier után már felnyomja a VOD-ra a filmjeit, a Kaszkadőr az már fel is került, mondjuk nem nálunk, csak Amerikában, de ugye tudjuk, hogy ha VOD-re felkerül valami, akkor azt az egész világon el lehet érni tök jó minőségben, úgyhogy biztos, hogy erős ez a piac, de részben azért a kényszer szülte. De tovább kell gondolni ezt, mert nem csak a VOD-n, meg nem csak a streamingen, meg nem csak a DVD, mondjuk a DVD, meg a BD az már tényleg már egy ilyen nagyon kis szeletét képezi a piacnak, szóval csak nem csak ezeken a másodlagos piacokon hoz bevételt, hanem utána hosszú évtizedeken keresztül még van utóélete, mert különböző tévéadóknak el lehet adni ilyen csomagban, meg streaming szolgáltatóknak, érted? Hát most is a HBO Max, illetve a Max indulás, akkor a Jurassic Park filmek kerültek föl, és így azt mondták, hogy na, itt vannak a Jurassic Park filmek, pedig egy 30 éves szériáról van szó. Úgyhogy ezért egy idő után vannak olyan filmek, amik lehet, hogy a moziban megbuknak, de tévéken, streamingen felélednek, és ezért lehet az, hogy bukások kapnak például újabb részeket eltelt hosszú évtizedek után. De hát gondolom, mondjuk egy franchise esetében, hogyha a moziba bukik, akkor a streamingen valószínűleg ne, vagy az ilyen utóélettel termelt bevételek, azok meg gondolom nem rúgnak labdába olyan tekintetben, hogy folytatják-e. De egyébként pont azért szeretik a franchise-okat, nem csak azért, mert hogy egy bevált címről van szó, és a nézőknek nem kell újra eladni, meg elmagyarázni, hogy ez micsoda, hanem hogyha bemutatnak egy új epizódot egy franchise-hoz, az egy bizonyos szinten magával húzza a korábbi epizódokat is. Tehát VOD-n ilyen csomagokba megveszik a korábbi filmeket, a streaming szolgáltatókra is újra fel lehet tölteni, hogy na, tessék, jött az új Matrix, akkor itt van az összes Matrix korábbi film, vagy az összes korábbi Matrix, nézzétek meg. Úgyhogy azért minden filmnek azért elég hosszú élete van a mozin túl is, de ahhoz, hogy a befektetések megtérüljenek, gyorsan megtérüljenek, és utána újra be tudják forgatni őket újabb filmek gyártásába, nagyon fontos, hogy moziba is jól teljesítsenek. Úgyhogy ezért beszélnek arról, hogy például a Furious a kemény 25 milliós hétvégével az egy bukás, mert hát 168 millióba került. Kíváncsi vagyok, mennyire fog beleszólni ebben most, ugye egyre nagyobb lesz a szinergia a videójátékok és a filmek, sorozatok között, hogy ugye például az Amazonon futó Fallout az iszonyatosan jó hatással volt a Fallout játékoknak az eladásaira. A régi játékok is bekerültek az amerikai meg az európai listákon a top 10-ekben nagyon-nagyon durván, és talán Fallout 76-nak megint napi 1 millió játékosa lett. Hogy vajon lesz-e majd olyan, amikor egy új játék megjelenése, mondjuk már beszélnek arról, hogy majd a Fallout 5, hogy akkor az vajon visszahat-e majd a sorozat nézőinek a számára. Hát, hogyha sikeres a sorozat, akkor persze. De azt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy videójátékból készülne egy film, és akkor az nem lenne annyira sikeres, és akkor még kijön egy újabb epizód, akkor hirtelenjében felkarolnák. Ugye szoktál példálozni a Starship Troopers-szel, hát az nem ilyen második életet, az egy igazából egy kult film, és a Helldiver szerintem nem igazán pörgette fel
a Starship Troopers iránti érdeklődés. De egyébként azt olvastam, hogy igen. Igen? Aha. Hát akkor mégiscsak van rá példa, akkor ezek szerint mindkét irányban. Hát a Sony már ugye jelezte is, hogy, hogy ők most már egyre többet szeretnének erre fordítani, hogy minden olyan videójátékos franchise-uk valamilyen formába feldolgozzák, meg átvigyék más platformokra, hogy, hogy akkor ott is, hogy tök jó ez a szinergia. És ugye ez a Cyberpunknál is nagyon bejött, hogy amikor kijött az anime a, belőle, akkor, akkor a játékos sok megint megrohamozták a Cyberpunk játékot. Jó, egyébként szerintem ennek az az oka, hogy, hogy most már a videójátékból nem adaptáció készülnek, illetve a nagy sikerű filmekhez nem ilyen tie-in játékokat gyártanak le néhány hónap alatt, hanem mind a kettőt nagyon komolyan veszik. Lehet, hogy javulni fog a helyzet ilyen tekintetben. Bizony. Varna Robnak köszönjük szépen a kérdést, természetesen ajándékot küldünk az IGN Shop felajánlásával, méghozzá ezt a Warhammer 40K bögrét, és nagyon reméljük, hogy Harry Cavill már serényen dolgozik azon, hogy ez az adaptáció az nagyon pöpec legyen. Nagyon szépen köszönjük a kérdéseket és a kommenteket, továbbra is várjuk őket ez alá a videó alá 7 kérdése hashtaggel, jövő héten próbáljuk őket megválaszolni magunk módján. Addig is. Sziasztok. Sziasztok.